Egy hosszú utazás követően az esélytelenek nyugalmával léphettek dobóállásba Zalaegerszegen a nyíregyházi tekézők. A minimális cél a pontszerzés volt, és ezt Mogyorósi Péternek köszönhetően el is érték a vendégek. Hakker Dezső is közel állt ahhoz, hogy legyőzze egyéni bajnoki címvédő ellenfelét, végül azonban néhány fával elmaradt a bravúrtól. Az NTK végül is elmondhatja, hogy helytállt Zalában. Az elmúlt évi második helyzethez mentünk. Sajnos Zalaegerszegen a csapatnak nem megy olyan jól. Végül is egy pontot megszereztünk, tehát nem kaptunk ki 8-0-ra. Volt egy kis szansunk arra, hogy 6-2 legyen, de Dezső egy pár fával elmaradt a pontszerzéstől. Nekünk ez a harmadik mérkőzés volt az ősz folyamán, ahol erős csapathoz mentünk. Ugye az első a Győr, a másik a Répszalak, aki itt játszott, ez a harmadik, és most hétvégén lesz majd a szegedi itteni vendégjátéka. Ez számunkra arra jó, hogy azokkal a csapatokkal szemben felkészülhessünk, akikkel reális esélyünk van, hogy megverhessük őket. A szegediek csapatában több világbajnok játékos is dobóállásba lép majd Nyíregyházán a szombaton 13 órakor kezdődő mérkőzésen. A Szeged az többszörös BL győztes, világkupa győztes, tehát Európa egyik legjobb csapata az, aki most hétvégén hozzám fog látogatni. Akik kijönnek, azok szerb és magyar világbajnokokat fognak látni. Kis Norbi a magyarok egyik legjobb játékosa, vagy például a vendégcsapatban Elnyesi Róbert, vagy pedig a Kovacsics Igor, aki ifjúsági világbajnok. Tehát nagyon jó játékosokból áll a szegedi csapat. Öt fordulót követően a Répszalak és a Szeged 100%-os a Szuperligában, a nyíregyházi Tekeklub egy győzelemmel és 4 vereséggel a 9. helyet foglalja el a 12 csapatot számláló mezőnyben.